Olvasom a Filippi beliekhez írott levél második részéből a 16., 17. és 18. verseket. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök minnyájatokkal, de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Szeretett testvéreim, jó volt figyelnünk, ahogy az apostola filippi belieket busztítja, hogy dolgozzák ki az üdvösségüket, és szolgáljanak úgy, éljenek úgy, örüljenek úgy, hogy olyanok legyenek ebben a sötétedő és sötét világban, mint ragyogó csillagok. És azt mondja, hogy ha ez így történik, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, az ő visszajövetelekor, veletek dicsekszem, ti vagytok a gyümölcsök, hogy nem fáradtam hiába, hogy beérett a termés, hogy ti veletek egy szívvel, lélekkel követjük, követtük Krisztust. És azt mondja, hogy ha még kiontatom is itt a áldozatként, hiszen ott volt feje fölött az ítélet, hogy vajon kiengedik, vagy kivégzik, mint ahogy tudjuk, a végén ki is ontatott bizonyáldozatként a szolgálat miatt és a Krisztusért, úgy tudjuk, hogy az apostol az életét adta, kivégezték. Azt mondja, hogy akkor is örülni fogok. Nem azért, hogy most kivégeznek, hanem azért, ami történik közben, hogy hitet nyertetek, és ebben a hitben megálltok. Testvéreim, milyen áldott közösségünk van nekünk is. Akár ezeken a kis áhítatokon keresztül is. Nekem is örömem, hogy többekkel közületek úgy találkoztunk, hogy bábáskodhattam az újjászületéseteken. Aztán nagyon sokakkal pedig testvéri közösségben vagyunk. Találkoztunk régen, akár évtizedek óta, akár később, csendes heteken, gyülekezetben, együtt éltünk, együtt harcoltunk, munkálkodtunk. Tehát Valamit abból, amit az apostol itt a Filipi belieknek ír, megéltünk mi is. És én is úgy vagyok, hogy nem munkálkodtam, nem fáradoztam hiába. És ez az életem öröme. Kérdezik tőlünk, hogy hogy vagyunk. És akkor általában, mostanában azt felelem, hogy öregszünk. És ez szokatlan. De ez a rendje. Haladunk a cél felé. És a cél felé haladva mi az örömünk? Ha számba vesszük Istennek azokat a csodáit, amiket menet közben végzett, azokat az életeket, akiket hitre segített, és akikkel együtt lehetünk az ő országának a tagjai. Úgyhogy az apostól haladva a cél felé azt mondja, hogy ha egy szóval kell kifejeznem az életérzésemet, azt mondom, hogy örülök. Sőt, örülni is fogok. Sőt, ti is örüljetek! Örüljetek együtt velem! Olyan jó nekem, ahogy a közösséggel együtt haladunk és akik bejelölik a nevüket is, végignézem naponta, meg megállok, imádkozom, elgondolom a közös kapcsolatokat, és tudom, hogy sokkal többen, sokszorosa a megjelenő neveknél, akik hallgatják a záhitatokat, áldja meg Isten őket, és nem is azért mondom, hogy mindenki jelölje be magát, de azt akarom kifejezni, hogy jó átélni itt a karanténban, hiszen szinte úgy élünk, bár hivatalosan nem vagyunk rá kényszerítve, leálltak az evangelizációk. Március óta minden evangelizációt le kellett mondanom, és közben a gyermekeim rábeszéltek erre a fajta szolgálatra erre a néhány perces napi igen magyarázatra, és milyen jó, hogy megtették, és milyen jó, hogy Isten átigazolt, és nem hagyja, hogy csak a nyugdíjas öregségemmel törődjek, fejtsem a rejtvényt, olvassak, telefonáljak, nem. Hanem még ilyen vonalon is szolgálatban tart, és hiszem, hogy ezen keresztül továbbra is az az áldás munkálódik, amit ő végez közöttünk. És persze, hogy akkor az alapérzés az öröm, hiszen Isten országa jellemzője, ahogy Pál írja, a Róma 14-17-ben, hogy az Isten országa igazság, békesség és szentlélek által való öröm.